Rendkívüli állapot van Szerbiában a koronavírus járvány miatt. Az 1848-49-es történelmi eseményekre emlékeztek Topolyán. A topolyai TSC 2-1-re nyert a Radnik ellen. Tavaszias idő várható sok napsütéssel. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök március 16-ai híradónkat látják. A szerb kormány rendeletben írta elő a rendkívüli állapot ideje alatt alkalmazandó intézkedéseket. Kulcsfontosságú, hogy lezárták a határokat, valamint bezárták az óvodákat, az iskolákat és a felsőoktatási intézményeket. Alekszandar Vučić államfő, Ana Brnabić kormányfő és Maja Gojković házelnök hozták meg vasárnap március 15-én az alkotmánnyal összhangban a határozatot a rendkívüli állapot bevezetéséről, amely azonnal hatályba is lépett. Az 1848-49-es történelmi eseményekre emlékeztek Topolyán. A Vajdasági Magyar Szövetség Topolyai Községi Szervezete és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya Kishegyes Körzeti Szervezete koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 172. évfordulója alkalmából a Topolyai Nyugati Temetőben. A hősök sírjánál a magyar himnuszt a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ kórusa énekelte el, majd Molnár Krekics Olga, Csokonai Latinovics és Radnóti Díjas versmondó előadásában Vas Albert Emlékezés egy régi márciusra című verse hangzott el. A szavalat után Benyovszky Anna, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus konzulasszonya olvasta fel Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének üzenetét. Kovács Viktor, a Vajdasági Magyar Szövetség Topolya Község Ifjúsági Fórumának elnöke emlékezett vissza beszédében a 172 évvel ezelőtti eseményekre. Kovács László, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya Kishegyes Körzeti Szervezetének elnöke is ünnepi beszédet mondott. Ezután az egybegyűltek Magyar Zsolt atyával együtt imádkoztak, majd a hősök sírjánál helyezték el a kegyelet virágait. A Szabadkai Magyar Főkonzulátus, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, az önkormányzat, a helyi közösség, fórumok és civil szervezetek is koszorúztak a hősök sírjánál, a Topolyai Nyugati Temetőben. A Topolyai Község területén működő polgári egyesületek programjainak és projektjeinek finanszírozására és társfinanszírozására szánt költségvetési eszközök 2020. évi odaítélésére vonatkozó pályázat lezárult. Kislindár Gábor polgármester írta alá a szerződéseket a civil szervezetek képviselőivel. Az idei költségvetésben erre a célra összesen 25,8 millió dinárt irányoztak elő. Emellett a sportegyesületek számára 17 milliós keretösszegre hirdettek meg pályázatot. Kislindár elmondta, hogy 189 civil szervezet és sportegyesület pályázott, közülük 9 olyan szempontból nem felelt meg, hogy más kiírásnak felelne meg, ezért 180 szerződés került aláírásra.
A szükségállapot kihirdetése után Topolya község művelődési háza lemond minden általuk szervezett rendezvényt, függetlenül attól, hogy hány főt érintene az adott program. Emellett felhívják a figyelmet, hogy egyik termüket sem adják ki, amíg a szükségállapot tart. Az előre megvásárolt jegyeket továbbra is visszaváltják. A Topolyai Vöröskereszt községi szervezetének értesítése szerint a véradásokat továbbra is az előre tervezett rendben, a megadott időpontokon tartják meg, hiszen vérre folyamatosan szüksége van a pácienseknek. Mindenki, aki egészséges bír és szeretne, az adhat vért. Mint korábban is azok, akik megfáztak, köhögnek, tüsszögnek, lázuk van, azok ne menjenek vért adni. Az új szituáció tükrében pedig azok se vegyenek részt az önkéntes véradási akciókon, akik az elmúlt 28 napban külföldön jártak vagy kapcsolatban voltak olyan személlyel, akinek a koronavírusra jellemző tünetei voltak. A Vöröskereszt arra is emlékeztet, hogyha az önkéntes a véradás utáni 14 napban bármilyen fertőző légúti betegségre jellemző tünetet észlel magán, akkor azt telefonon köteles bejelenteni abban az intézményben, ahol adott. Topolya községben a következő időszakra tervezett önkéntes véradási akciókat nem halasztják el. Az áramelosztó topolyai részlegének értesítése szerint a hálózaton végzendő javítási munkálatok miatt március 17-én kedden 9-től 13 óráig áramszünet várható egész Pecesor területén. 10-től 13 óráig pedig egész Zántagunaras területén számíthatnak áramkimaradásra a polgárok. Március 18-án szerdán 8-tól 10 óráig áramszünet várható Kutaspusztán, azaz Milesevon, az október 12, a Maxim Gorki, a Vlado Csetkovics, az Májovina, a Radics tábornok és a Július 4-e utcában. 10-20-tól 12 óráig Dreán, a Proletár, a Partizán és a Kis Ferenc utcában, 12-15-től 13-45-ig pedig a Lenin és az Ivo Lola Ribár utcákban számíthatnak áramkimaradásra. A topolyai TSC 2-1-re nyerte a Szurdulica Irádnik ellen a Superliga 26. fordulójában. A koronavírus járvány miatt zárt kapus volt. Az Aréna Sport 1-es csatornája élőben közvetítette a találkozót. A topolyai együttes remekül játszott, a győzelemmel a TSC már 50 pontos a Superligában, így a forduló után is marad a negyedik helyen. A koronavírus járvány miatt a Superliga is felfüggeszti a folytatást. A következő ellenfél a Jávor Matisz, de nem tudni, mikor folytatódhat a bajnokság. Tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés vár ránk, a Rádniknak is szintén három győzelmi sorozata volt. Rádnik egy jó csapat, hát nem volt a játék annyira jó, de megint a két gól mellett sok helyzetet is csináltunk. Sajnos nem rúgtuk a gólt időben, de azért egy 11-esből megszereztük a győzelmet, és nagyon örülök ennek, megtartottuk a negyedik helyet, ami a legfontosabb.
pre svega čestitke svim mojim igračima, saigračima na svemu što smo radili. Pa bila je sva teška kao i svaka utakmica u Superligi. Nema tu polakoći, sve su iste. Danas je teren bio malo lošiji, ali mislim da smo pokazali jak karakter gdje smo od prvog do 90. minuta sve vrijeme mi kontrolisali igru, sve vrijeme mi napadali. Mislim da smo imali preko 15 šuteva ka njihovom golu, što zaista pokazuje našu dominaciju na terenu. Ali na kraju u fudbalu treba malo sreće. Eto, njihova loša reakcija kod penala prouzrokala je da postignemo taj drugi gol koji smo vijali celo drugo poluvreme i mislim sasvim zasluženo pobedili. Kedden csapadék nem várható, sok napsütés ígérkezik. A légmozgás mindenhol mérséklődik, nyugodt tavaszi időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakul. Szerdán továbbra is a napsütés lesz főszerepben, csapadékra kevés az esély. A légmozgás nem lesz jelentős, hajnalban csak néhol lehet gyenge fagy, délutánra 17 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön a napos időben helyenként már elérhetjük a 20 fokot is. Csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás gyenge marad. Kedves nézőink, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!